Nem is, annyira nem is kellene. Megoldható. Mihez a szerencsét? Elismeri esetővel? Nem, ez más. Azt hittem, hogy ez a Mávi, kis Pantenol már fog tőle. De mindjárt esik első, úgyhogy nem kell aggódni. 3 óra. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk az eredmény hirdetéshez. Felkérnék a csapatokat, hogy fáradjanak ide, akik ma részt vettek a főzésben. Fáradjanak ide a csapatok, most következik az eredmény hirdetés. Megkérdezem a zsűri, a hölgyel kezdem. Gabriela, mesélj, hogy milyen volt az ételek ízvilága, mennyire tudtátok beazonosítani, megfelelt a megfelelőivel? Részvételt. Nagyon színvonalasak voltak az ételek, nagyon sokan próbálták autentikus ételeket elkészíteni azokkal a fűszerekkel, amit abban a korban használtak. Nagyon természetes alapanyagokból, élmény volt. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm. Robikám, nálad figyelj, most pizza nem volt. Pizza nem volt, úgyhogy te mit szólsz az ételekhez? Üdvözlök mindenkit, ugye? Úgy, mint tavaly, ezen az éven is nagyon jól sikerült szerint a verseny. Így nagyon finom ételeket készítettek a versenyzők, ugye jó sok ízt kóstoltunk meg a többi zsűritaggal. Hát mondhatom, hogy ez a verseny most földobta a túlsokat időben. Köszönjük szépen, Gergő! Te hogy láttad a mai napot? Egyszerű volt a döntés? Köszönöm, üdvözlök mindenkit! Nehéz volt a döntés, mert nagyon finomok voltak az ételek, és dönteni kellett mindenkit. Úgyhogy megszületett a döntés, de még alpolgármesterült is megkérdezem. Te mennyire bírod a fűszereset, bírod, vagy inkább a nem fűszeres ételeket? Mert ugye ezek általában a gulyáshoz ugye fűszereket is elég töményen használnak. Hogy láttad? Én inkább a fűszereseket szeretem, és voltak jó fűszeresek is közöttük, de sokat nem akartam enni, hogy elhiszak, és hogy néznék ki utána, hogy hajrá! Jó. Mennyire ételek ízlelése után általában leöblíti az ember, ugye? Mivel a legjobb leöblíteni? Fehér borral, vörös borral, ásványvízzel? Attól függ, ki mit szeretem, szerintem. Biztos, hogy egy jó házi pálinka az minden felmúl. De én is mondhatom, hogy nagyon ízletesek voltak az ételek mindenkinek. Még szeretném köszönni, aki eljött, részt vett ebben a főzőversenyben, és mindenkinek, aki eljött az erőte. És reméljük, hogy majd jövőre is ugyanennyien, és még többen is majd részt tudnak venni, és még több ízletes étel fogunk majd kóstolni. Köszönöm szépen mindenkinek! Takže dámy a páni, my sme už pristúpili k tej záverečnej, dlho očakávanej fáze, kedy sa blížime k tomu, aby sme vyhlásili víťaza tejto súťaže, ale chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí boli natoľko odvážni a odhodlaní, že sa tejto súťaže vôbec rozhodli zúčastniť.
toho, čo sme odpočuli od poroty, boli prekvapení variabilitou, tou pestrosťou ponuky, ktorú jednotliví súťažiaci predostreli. Predovšetkým pochvala patrí aj za to, že používali tie tradičné koreniny, dodržiavali tradičný postup a napriek tomu, že tie podmienky sú neľahké, podarilo sa im vyčarovať naozaj pekné kúsky a porotu načili. Dokonca tu odznelo, že tá latka bola nastavená veľmi vysoko pre tie ďalšie budúce ročníky, takže my sme už veľmi zvedaví. Hölgyeim és uraim, akkor először is egy oklevelet, egy részvételi oklevelet kapnak a versenyző csapatok. Szólítanám őket így sorrendben, ahogy a papíromon van. Hic vobis, Vincendum est. Csapatát kérném szépen a részvételi oklevélért, fáradjanak ide. Že najskôr by sme odozdali pamätné listy jednotlivým účastníkom. Momentálne sa k nám blížia predstavitelia týmu Hic vobis, Vincendum est. Köszönjük szépen! Gyakorlom, egy napsot megérdemelnek! Köszönjük is! Kifáradtad hozzánk ide a Kavai Nyugdíjas Klub, fiatal Jányok. Ďalší tím, ktorý sa k nám priblíži, bude predstavovať Klub dôchodcov z Kavy. Egy tapsot megérdemelnek, köszönjük szépen! Sziszeta, Szilasi, Szépkorúak Társasága. Kérnénk szépen, fáradjanak ide a hölgyek. Ďalší tím bude Sziszeta z Krisztolca. Akkor így a dámy, Szabos Brízsa. Következik a Smart Service Komárom csapata. A teraz tým Komárianského Smart Service. A ešte veľa iné záslužné práce určite. Nem kell megijedni, ez még csak a részvételi oklevél, tehát jó, ez is elég. Ja, kicsit nem becsülni. Jó, köszönjük szépen, és akkor következik Selye Egyetem Hallgatói Önkormányzata, ők is fáradjanak ide a részvételi oklevélért. Milan, pripomínam, že tímy nemusia byť smutné, lebo toto sú zatiaľ iba pamätné listy. Teraz sa k nám blížia predstavitelia študentskej samosprávy Šejeho univerzity. Köszönjük szépen! Jöhetnek ők is, egy nagy tapsot megérdemelnek, jöhetnek a fröccsösök! Fröccsösök, Gábor, gyertek! Fröccsös csapat! Toto annyi nyelvák, ahogy szám preložal. Skupina fröccs? Strik. 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 Velký strik, malý strik. Short, long. Strik tíz táncosok, igen. Strik tíz. De hát nem vagytok tizen, csak hárman, de hát... A striktizt megnézzétek? Este 11 órától ebben a barban itt. Jó? Külön műsort adnak a srácok. És akkor következzen az utolsó csapat, a Komáromi Extrém Sportok Klubja és a Naszvadi United Party Szervízi Szórakoztató Szolgáltatás. Jó hosszú név! Nem lett volna egyszerűbb a pipacs? Gyertek! Egy részvételi oklevél, jön a főszakács is, nagyon helyes, nagyon helyes. Máme tu skupinu s extrémne dlhým názvom, ale venujú sa aj extrémnym záujmom. A je to Klub extrémnych športov Komárno a United Party Service dnes svat. Ďakujem za účasť. Köszönjük szépen, és akkor most következik az extra kategória oklevél, a legjobb kiegészítő kísérő étel. Ami nem más, hol találom? Jaj, itt vannak le, hát oda van írva, persze. Sziszeta csapata, Szilasi Szépkorúak Társasága. A legjobb kiegészítő kísérő étel. Tönkölylángos volt? Hölgyeim, olyan tönkölylángos csináltak. Én még nem kóstoltam, de hallottam. De majd megállok megkóstolni.
És akkor megyünk szépen a harmadik helyezettől az első helyezettig. Tehát a harmadik helyezetten... Hűha. Hét csapat volt. Ki lesz a harmadik helyezett? Hölgyeim és uraim, harmadik helyezett a fröccsösök! Azt mondja, megint ki kell menni. Na, prečo mieste sa nám umiestnili naši strikári? Robertának kezdetek, persze. Parancsoljatok. És ti nyullal dolgoztatok, ugye? Mert mondtátok reggel, hogy kergetétek itt a nyulat. Házi nyúlra nem lövünk. És most látom, hogy a pólótok hátán ott van az adagolás, a fröccs. Hány deci szóda és hány... Egy nagy tapsot kérnék szépen, tehát a harmadik helyzet a fröccsösök, a második helyzet pedig nem más, mint a Komáromi Extrém Sportok Klubja és a Naszvadi United. Na druhom mieste sa nám umiestil Klub extrémnych športov a Naszvadi United Party Service. Gratulujeme! Gratulálunk! Parancsoljatok! Második helyezéshez. És most jönnek a fanfárok. Ladies and gentlemen, and now, hölgyeim és uraim, most pedig következik az első helyezett, aki nem más, mint a Hic Vobis Vincendum Est csapata az első helyen. Kérném szépen a csapatot, fáradjanak ki, vegyék át az oklevelet és a díjat. Na mieste sa umiestnilo občianske združenie Hic Vobis Vincendum Est. Gratulálunk! Egy nagy tapsot kérnék szépen még egyszer az első helyezettek, és minden csapatnak, aki részt vett ezen a mai főzőversenyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak! Poprosím ešte veľký poples pre všetkých víťazov aj zúčastníkov. Meg lehet kóstolni természetesen minden csapatnál, az ételeket ott a sátraknál. És még az alpolgármester úr szeretné megköszönni a zsűrinek, hogy elfogadták a meghívást és részt vettek itt a mai napon. Gyönyörű szobrocskát. Mesterszakács. És kérnék szépen a zsűrinek is egy nagy tapsot! Poprosíme veľký potles aj pre našu zboratu. Ďakujem vám veľmi pekne. Nagyon szépen köszönjük a csapatoknak, hogy részt vettek. Bízom benne, hogy jövőre ismét találkozunk, és folytatjuk nem sokára a műsort. Ezennel ugye a főzőverseny véget ért. Én köszönöm szépen a zsűrének, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket, és értékelték a mai csapatversenyt a főzésben. Ďakujeme veľmi pekne naozaj našej porote, že ste si našli čas a venovali svoj čas práve tejto činnosti, aby ste nám povedali, ktoré to jedlo stálo za to. Ale samozrejme ďakujeme všetkým našim zúčastneným, pretože ich jedlá sú takisto... 19. század során alkalmazott harcászati módokat a bemutatott professzor dr. Csikány Tamás Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a hadtudományi doktori iskola vezetője fogja kommentálni. Addig a fegyverbemutató, hölgyeim és uraim, amit hallották, eldörgült a puska. Mindenki fedezékbe. Dámy a páni, a uspočujeme naši výstrely a prípravy, čo znamená, že sa nám už blížia tieto vojenské ukážky, na ktoré vás srdečne pozývame, ale zároveň vám dávame pozornosť ešte z ďalšieho programu, ktorý sa nachádza v priestore pevnosti a je vám k dispozícii. Tehát 15 órától, 3 órától elkezdődik majd itt a harcászati bemutató, előtte pedig most ugye a fegyverbemutató és a lovaglás. Nem sokára itt vannak a huszárok, és egy rövid bemutatót tartanak, egy hosszabb bemutatót. Nem is tudom, de azt hiszem, hogy nagyon izgalmas lesz, és közben a katonák már készítik elő a fegyvereket, betölteni puskaporral,
és aztán lövés. Hanyuska, ez nyerte meg a múlt. Ezt még nem láttam az meg. És ez öröm-sorolásban is van, mert a kivényelő ennek volt. Hohoho, ezt a kurát! V8 volt.
De amúgy én meg tényleg mit látunk jobban. Hát jó, de aztán azok úgy is be fognak oda jönni. Rózsa Sándor és a lovacskája megvárják az ellenséget, meglesik. És azon kívül, hogy ostor, mert látom, több ostorod is van, nem csak a nyerekhez rögzítve, de itt kézbél is, és így ennyire türelmesen így hagyja magát. Megvan tanítva. Megvan tanítva. Mennyi ideig tanul egy ló egy ilyen gyakorlatot, hogy így lefeküdjön? Hát, először nagyon nehéz, de utána azért belejön. Rájön, hogy nincs más választása, ugye? Szépen mondva, igen. Szépen mondva, igen. Igen? És akkor most jön egy kis csapintás. Tűri. Igen, lőttek. És ezt fekve bírja a lovacska. Nagy tapsot kérnék szépen! És végszóra fel is ugrik. Ahogy a gazdi azt mondta, hogy hopp, már ugrott is. Azt mondja, beütöttem a PIN kódot. És a ló is tud róla? És a huszárjaink honnan érkeztek? Patról? Az egész csapat? Vácról, Patról, Újbars? Újbars? Naszvadról? Szímőről? Hát köszönöm szépen, a huszároknak is kérnék egy nagy tapsot, ilyen messziről ellovagoltak ide. És ezek a lovacskák is azért hozzá vannak szokva ilyen harcászati bemutatókhoz, ugye? Durranások, dörrenések, bírják a strapát. Még egy kis egyeztetés a pirotechnikai részleggel, katonák is felsorakozva. A fiúk itt az ágyúra vigyáztok? Nehogy ellopják, ugye? De nem fogja senki ellopni. Neked ez az első ilyen harcászati bemutatód? Nem, már volt több is. Több is? És hogy bírod a durranásokat? Egész jól. Egész jól. Figyelj, én kipróbáltam, a puskával lőttem, és azért az is nagyon durran, az ágyú meg pláne. Füldugód van? Nincs. MP3 füldugó sincs? Nincs. Az sincs. Akkor nem volt, ugye? Akkoriban nem volt olyan, hogy MP3, és egyébként meg már megszoktad a durranásokat. Nagyszerű is. Mióta, hány éves korodtól jársz így harcászati bemutatókra? Hát ilyen 9,5. És most? Hány éves vagy? 10,5. 10,5. Nagyszerű. Köszönöm szépen. És az urak? Urak 9 éves koruktól járnak harcászati bemutatókra? Nem, egész 9 éves koromtól járok, de óráskoromtól már lovatok. No, de hát harcát már egy 15-20 éve már csináljuk. No, és melyik egyesülettől tetszettek jönni? Felvidéki Huszárbandérium. Felvidéki Huszárbandérium is részt vesz. És gyönyörű, látom, hogy gyönyörű menték, huszár. Jaj, és ez pedig a oldaltáska, ami... Tarsolynak hívják. Tarsoly. És ebben mit tartanak? Házi pálinkát? Hát és szerelmes leveleket, még ilyet, amik a menyecskék küldtek a huszár után. Igen, és ebben a tarsolyra tartották ugye a különböző iratokat, okmányokat, meg a végrendelet is ebben volt, ugye? Hogy kire, hagy, kire mit hagy. Igen, és ez pedig a kartós tölténytáska, mert azért huszároknak voltak karabélyi, pisztolyaik, és hát ebben rakták bele. Értem, tehát ez még egy ilyen kellék, plusz kellék volt. Jó, átmegyünk oda, megpróbálok átmenni oda a másik oldalra is. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra is, hogy pirotechnikai robbantások is lesznek, úgyhogy ne tessenek megijedni.
a füst erre fog szállni önökre. Akik oda mentek az A-szektorba, ő rájuk nem fog menni a füst. De ide igen. De nem baj, fel leszünk füstölve. Szeretettel köszöntünk itt mindenkit. Engedjék meg, hogy át is adnám a szót. A bemutatót, aki ma elmeséli önöknek, hogy miként zajlottak itt az események a csatában, nem más, mint professzor dr. Csikány Tamás Péter, dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a hadtudományi doktori iskola vezetője. Most egy levegőre megpróbáltam elmondani ennyi mindent, úgyhogy át is adnám önnek a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, sikerült egyébként. Igen. Na, akkor megkezdjük a bemutatót, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Ugye eddig voltak ilyen civil megközelítésű dolgok egy hadsereggel kapcsolatban, most egy kicsit szakmázunk. Jó, egy ilyen kis élő történelem óra lesz itt a komáromi Öregvárban, ami egy fantasztikus helyszín, azt hiszem, hogy ennél jobbat nem is lehetne találni. Ugye 1849. április 26-ai eseményre emlékezünk most, és az első mozzanatként mindenképpen szükséges megismerkednünk a szemben álló hadsereg katonáival. 1849. április 26-án itt a Dunakét partjános körösen a déli parton találkozott a császári királyi haderő. Néhány alakulata, sőt egy idő után majd délok környékén már az egész főereje megérkezett, és ennek a katonáit látjuk először. Lovas és gyalogos katonákat látnak, hiszen alapvetően ebben az időszakban egy hadsereg három fegyvernemből állt, gyalogosokból, lovasokból és tűzérekből. A császári király gyalogosok ebben a szép fehér frakban láthatók, illetve kék nadrág van. A gyalogosoknak alapvetően az volt a feladatuk, hogy sorban állva ösztűzzel próbálják meg az ellenséget pusztítani, és lehetőleg menekülésre kényszeríteni. Ha az ösztüzek nem sikerültek, vagy nem voltak elég eredményesek, akkor utána a katonák, a harcosok feltűzték a puskájuk végére ezt a négy élű szúranyt, ami most is ott látható a katona kezében, mindjárt fel is emeli, és mindenki látni fogja, ami közelharcnak kiváló eszköze volt. A katonákra jellemző ez a fehér frak, illetve a kék nadrág. Ugye a császári királyi hadseregben nagyon sokféle területről, országból érkeztek katonák, és az úgynevezett örökös tartományból lévő katonák pantalóban voltak. A magyar királyság területéről érkező ezredeknek a katonái pedig szűk magyaros nadrágba, zsinorral a combon, ahogy látható ennek a katonának. Hát kicsit az őruházata ilyen felemásra sikerült, de hát sok mindent próbál ő bemutatni. Csáka volt a fején, amit erősítettek egy ilyen fém karikával, hogy a lovasok csapásai jelen védjék a fejét. Volt egy puskáján kívül egy tölténytáskája, illetve egy kenyeres zsákja. Most nincs rajta, de egyébként volt egy borjú is a hátán, amelyben a személyes felszerelését hordják. Mellette egy tiszt látható, egy öreg harcos, akit vezeti a császári csapatokat. Fején ez a Zweispitz nevezetű kalpak, amely egyfajta ilyen tisztség megjelenítő eszköz is volt, az oldalán a kard, ami nem csak feltétlen az önvédelmére szolgált, hanem ezzel jelezte, hogy ő a főnök. A lovasokat is megnézhetjük ebbe a szép fehér köpenybe, ők a vértesek. A lovas ez nagyon sok színű fegyver nem volt, alapvetően két részből állt, nehéz lovasokból és könnyű lovasokból. A nehéz lovasok, vagy ahogy nálunk mondták, német lovasok, ők voltak a vértesek, illetve mellettük még a dragonyosok. A vértesekre jellemző a sisak, a mellvért, illetve a hosszú egyenes pallos. Emellett nem látszik, de van nekik egyébként biztosan pisztolyuk is, ott a kápa mellett, csak most úgy eldugták, hogy nem látszik. Őket alapvetően úgy használták, hogy kétsoros vonalba álltak, és hogyha az ellenség harcrendje még épp maradt, akkor megpróbálták azt áttörni. Viszonylag nagy marmagasságú lovakon lovagoltak, általában nagy szőke német emberek, vagy cseh emberek, akik bizony igen büszkék voltak a maguk viseletére. Volt is mire időnként büszkének lenni. Nézzük a másik oldalt, gyorsan itt láthatók a honvéd sereg katonái. Ugye a honvéd seregére jellemző volt ez a kávébarna Attila piros zsinorozással, illetve megmaradt nagyjából ugyanaz a kék nadrág, mint a császári királyi hadseregben. A felszerelésük tulajdonképpen hasonló volt, vagy majdnem ugyanaz, és a feladatok is alapvetően zárt kötelékből harcoltak, de azért a magyar honvédseregnél előfordult, hogy ezt az alakzatot nyitották, és inkább az ilyen egyéni harcra helyezték a hangsúlyt. A magyar honvédseregben kizárólagosan a lovasságot a huszárok képviselték, ezen kívül még nagyon kevés számban voltak lengyel dzsidásuk vagy ulánusok,
akiknek a fegyver egy 263 cm hosszú dzsida volt, amelyel közelharcban igen veszélyesek tudtak lenni, bár a huszár azt mondta, nem olyan nagyon veszélyes, arra kell figyelni, hogy a dzsidát szúrás előtt a fokéllel félre kell ütni, aztán utána le lehet mészárolni azt a lengyelt, azért persze ez nem volt olyan nagyon egyszerű. A huszárok feladata éppen azért, mert csak ez a csapat nem volt a magyar honvédseregben, meglehetősen sokszínű volt, ugyanis ugyanúgy sorban állva kellett rohamozniuk, mint a vérteseknek szükség esetén, de leginkább, amit leginkább szerettek a huszárok, ez a portyázás volt, vállalkozás. Tehát minden olyan feladat, amely előre nem látható, és kell hozzá az a fajta leleményesség, ügyesség, amely sokak szerint csak a magyar harcosokban volt meg. A birodalom huszárezredei összesen 12 volt, ezek közül mindegyik a magyar forradalom szolgálatában állt, van, akit hazaengedtek, van, aki már eleve itt állomásodott, és sokan haza is szöktek, még 1849 nyarán is. Tehát a huszárokat méltán tekinthetjük a magyar szabadsághoz jelképes figuráinak, bár hozzá kell tenni, hogy a frissen megszervezett honvéd zászlójak is igen kiválóan megállták a helyüket. Köszönöm szépen a bemutatót. Nem hozták be ide középre, de mindenképpen beszélni kell a tüzérekről is, hiszen a tüzérek voltak azok, akik támogatták a gyalogságot, és ezeket voltak egyaránt. Ezek a lövegek, amik itt láthatók, ezek imitálják azt a lövegtípust, ami ebben a korban jellemző volt, ez úgynevezett 6 fontos sima csövű előtöltős ágyú. 6 font azt jelenti, nem az, hogy nagyon fontos, de egyébként nagyon fontos, hanem az, hogy a csövébe egy 6 font tömegű vasgolyó fért bele, ez adja meg a típusát. Ezzel kb. 1 kilométernyi távolsággal lehetett lőni, golyóval, gránáttal, illetve kartáccsal közelebbi célokra is. A következő mozzanat az lesz, hogy a csapatok fölállnak harcrendbe, és olyan bemutatót tartanak, amely nagyjából azt fogja ennek számára érzékeltetni, hogy ebben az időszakban hogyan is harcoltak a honvédek, illetve a császári csapatok itt Magyarország területén. A történelmi háttérhez mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez a tavaszi hadjáratnak az utolsó eseménye. Tehát megcsináltuk a gyönyörű 48-as forradalmunkat, Magyarországon elkezdődik egy polgári társadalom építése, egy új politikai rendszerre álltam, Schwarz-folyóval, stb. Úgy néz ki, hogy ez nagyon békésen megy, de aztán utána a Bécsben, nagyon egyszerűsítve mondom, meggondolták magukat, és úgy gondolták, hogy visszaállítják a március előtti állapotokat, ezért a nagy császári sereg decemberben elindult, és gyakorlatilag februárra már az ország két-harmad részét uralták, a magyar sereg egészen a Tiszántúra szorult. Ezt követően áprilisban már Görgei Artúr vezetésével, Görgei Artúr tábornok vezetésével megindult az a tavaszi hadjárat, amelyel sikerül az ellenséget kiszorítani az ország jelentős részéről, és itt Komáromban történik egy olyan csata, amelyel döntő módon meg akartuk verni a császáriakat, és sajnos nem sikerült, de azért a győzelem mégis a miénk lett. Ugye mindenféle harc első mozzanat az, hogy a parancsnok számára információkat adjanak, ez hogyan lehetséges? Hát felderítéssel. Ugye az előbb láttuk itt a Rózsa Sándor féle emberkét, hogy hogyan is derítenek fel, hát ez is benne volt még a magyar honvédsereg repertoáriában. Most éppen egy gyalogos felderítést látunk, a gyalogosok próbálták kideríteni, hogy velük szemben milyen ellenség található, de ugyanezt próbálta a másik fél is, és így került sor egy ilyen kis hirtelen kialakult harcra, amikor a felderítők egymással lövöldöztek, próbálták elkerülni, és elérni azt, hogy ne tudják a feladatokat teljesíteni. És jól látható az, hogy ezeket a fegyvereket igazából csak állva lehet tölteni. Minden más megoldás nagyon nehézkes. Ez a harc nem úgy néz ki, mint ahogy a kalandfilmekben látják, tehát itt nem lőnek eszementen, hiszen minden lövés után legalább egy perc, mire újra töltik a fegyvereiket, és addig igazából védtelenek. És mi hogy állniuk kell, csak úgy lehet megtölteni a fegyvert, még kiváló célt is nyújtanak. De
de szégyen is volt ebben az időszakban egy csatatéren lehasolni, vagy lefeküdni. Bizony komoly úgy tárgyá lett az a katona, aki elbőni. Úgy látszik, a honvédek komolyan gondolták ezt a felderítést. Szinte már támadnak. Igen, ők próbálják összete... Bátor legények. Hát vagyok, ők megpróbálják a felszöget megközelíteni. Vajon hogyan reagálnak erre a császáriak? Nyilvánvalóan ők még egyelőre nincsenek a velük szemben álló ellenséggel, de a parancsnok elrendeli, hogy immáron egy zárt kötelű harc kezdje kezdetét, vagyis ösztűzzel megpróbálják elkergetni a felderítőket. És már halljuk is a dobszót, a honvédek visszavonulót doboltak, úgyhogy a császárják is elfoglalják az eredeti helyüket, és mivel nekik nem sikerült a gyalogos felderítés, ezért vértesekkel próbálkoznak, hiszen nekik nincsenek huszárjaik. Hát, ha ezek a nehéz vértesek valami komolyabb hírt tudnak szerezni, de hát ugyanezt próbálják a másik oldalon a huszárok is. Hát bizony ebből is időnként kialakultak olyan események, amik váratlanok voltak, főleg azért, mert ilyenkor alakulhattak ki olyan érdekes események, párharcok, amelyek még ebben az időszakban is idézték a lovakkornak a szellemiségét. Ugye bizonyosan itt mindenki olvasta a Kőszívű ember fiait, Palvic Ottó és Baradlai Richárd párbaját, hát az is egy valós esemény televenít fel, ami valóban megtörtént a szabadságharc alatt, egyszer biztosan, de nagy valószínűséggel többször is. Jókönyvnek szerencséje volt, mert csak azt kellett leírni, ami egyébként valóban megtörtént. Ugye milyen izgalmas. Abban a párbajban, amiről Jókai vette a mintát, az Tápióvicskénél történt 1849. április 4-én, és a végeredmény ott is ez volt, egy bizonyos Sebő Alajos alezredes, innen nem messze Csilíz nyáradról, bizony Rídézzel Alezrőrnagyot, a császári banderiás huszárezred parancsnokát vágta le. Olyan csapást mért az arcára, hogy egy szemtanú szerint úgy nézett ki, mint a két szája lenne egymás feje fölött. Szegény nem is érte túl. Hát most is úgy nézett ki, hogy győzött a huszár. Hát persze, mert itt vagyunk, és az a beszélünk. És már átúrönés is. Igen, és megkezdődik a tüzérség munkája, az úgynevezett tüzérségi előkészítés. Ez mindig egy tüzérpárbajjal indul. A császári tüzéreknek látom olyan érdekes kalapjuk van. Hát igen, mert így pofán vágták őket, és azért van itt felkunkorodva, legalábbis a honvédek annak idején ezt így mondták. Igen, ez egy sajátos csák, egy széles karimájú. Eredetileg azért ilyen széles karima, mert oda tekerték a gyújtózsinort. Ja, értem, tehát és egy oldal. Hagyományőrzésben megmaradt, csak zavart őket, hogy egyik oldalon felcsopták, hogy legalább arra lássanak. Igen. Ha elhallgatunk, akkor ide is lőttek, és akkor nem tudjuk tovább folytatni, de reméljük ez nem lesz. Na, még egy ágyú dőrenét. Mondom én, hogy minket lőnek. Hoppá, mindenki kinyitotta a száját, ugye? A légnyomás. Hát egy kicsit próbálják visszaadni a hangulatát, ha van egy csatás hangulata, de legalábbis az érzést. Milyen is volt annak idején részt venni egy ilyen ütközetben, csatában, van egyáltalán harcban. Hanghatás van, de semmilyen más hatás nincsen, úgyhogy ne ijedjenek, meg nyugodtan maradjanak, ettől senkinek semmi baja nem lett sose. Sokkal jobb ez, mint egy esőrendben, nem? Így van. Igen, láthatunk, de jót céloznak a tüzérek. És érdekes, hogy a lovak azért bírják, tehát... Kaptak ilyen kiképzést a lovak, persze. Na, ez a... Az ilyen hadilovaknál nagyon fontos volt, hogy ők is ugyanúgy megkapják kiképzést. Tehát bírják igen, azt, hogy... Felkészítették a lovakat ezekre a robbanásokra.
meg a kardvillagtatásra is, meg pisztolylövésre is, mert ilyesmire megkapták a kiképzést, hiszen nem a csarmat az alakot. Na most képzeljék el, amikor a 60 löveg áll egymás mellett, mint itt a komáromi csatában, hogy akkor micsoda jégzengés volt. És ráadásul az elején még bekapcsolódtak a várost, és annyira nagyobbak voltak ennél. Tüzérségi előkészítés után következik a gyalogosoknak a harca. Ez általában egy csatár harccal kezdődik, tehát ismét előre mennek olyan kijelölt katonák, akik egy láncot alkotnak, és megpróbálják az ellenséget megközelíteni és egyes lövésekkel pusztítani. De azért még a tüzérek ellopják a pedékeiket. Hát a drónt majdnem leszette. Kicsit megimbolygott. Hogy örült volna? Szerintem ne vigyétek fölé a drónt. Sokáig ne... Azaz, úgy följebb, jó-jó. Hogy örült volna Görge ilyen drónnak, nem? Ha hogyne! Hát persze, vagy YouTube-on megnézni, hogy mik vannak. Ki van neki vetítve, és akkor tudom. Hát igen. De hát ez nem így volt, a mai hadászat az már. De az a zseniális, hogy Görgei ki is találta, hogy hol az ellenség, nem? Minden drón nélkül, meg légifénykép nélkül. És itt már állnak csatasorba. Igen, igen, elindultak a császári. Gondoltam, hogy átveszik a kezdeményezést. Az minden harcnál nagyon fontos, hogy nálunk legyen az első lépés, az ellenség mindig. Ez látványos is tudott lenni, ugye? Hogyha úgy rávonult a több száz ember, azért úgy látványos volt, hogy hoppá. Több ezer emberről beszélünk természetesen. Így van, pont azt akartam mondani. Hát oldalanként olyan 25-30 ezer ember volt itt. De úgy felderítésként azért úgy feltételezem, kevesebben indultak el felderítésre. A gyalogságnak kb. A harmad részét jelölték. Csatárharcra, akik elindultak. A császárják eléggé összezárkoztak, de inkább ezek ilyen kisebb csoportokban történő előrevonulások voltak. Most következik a császáriaknál a csatárharc. Látjuk, kettes, hármas kis csoportokban előre mennek, és próbálnak célzott lövésekkel a honvédek soraiból a zászlótartót, vagy a parancsnokot kilőni. Lehetőleg megzavarják a vezetést. És most gyorsan tölteni a puskákat. Hát amennyire gyorsan ezt lehet tölteni. Amennyire lehet gyorsan. Én kipróbáltam ezt a puskatöltés lövést. Hát nem egyszerű feladat. Tényleg nagyon ügyesnek és gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy az ember aztán tudjon lőni. Igen. És a császári csatárok ellen most megindul egy zárt harcrendű honvéd roham. Ilyen sortűz után, és most következik egy szuronyharc. Már akinek már szuronya. Ebbe beavatkoznak persze a vértesek is. Persze ilyen összekeveredett harcrendél, azért nehéz tudni azt, hogy kinek is kell segíteni. Főleg azért egyébként, mert a magyar honvédseregben is voltak császári királyi csapatok, magyar kiegészítésűek természetesen, ugyanolyan ruhát viselt, mint az ellenség. És már jönnek a huszárok segíteni, egy nagy tapsolt! Császárjaknak befelelődik a tatárból, és nézem. Más nem a betyárok miért biztosan mi vagyunk a jobbak. Nézzék ott a császárjakat, hogy összeálltak egy ilyen kis gondolatba, hogy minden irányból védjék magukat a huszárok támadása ellen. A rendőröket szokták sűnnek nevezni. Ez egy nagyon hatékony védelem volt, feltéve persze, hogyha az ellenség egyik lovasa nem ugrott bele középre. És a magyarok is ott szépen hátra kupacban. Így van, kihasználják a huszárok, lekötik az ellenséget, és addig felveszik újra a harcrendjüket. És
próbálnak hatékonyan közelni. Azért fontos az, hogy egyszerre lőjenek, mert ezek azért elég alacsony hatékonyságú fegyverek. Tehát úgy általában 150 lépéssel lehet velük lőni, de igazából célzott lövés helyett inkább a tömegtüzet. Ez a gattyú kis talál szemet effektus működik. Valami majd csak eltalálja az ellenséget. Sokan lövünk, akkor valaki csak talál. Igen. Ezekben a harcokban a veszteség általában 10% körül. Ami azért ugye nem sok, ahhoz képest, hogy mennyit lőnek, és milyen hangosan. Császári gyalogosság támadását úgy tűnik sikerül visszaverni a honvédeinek. Valamikor a század végén kiadtak egy ilyen fotóalbumot a még élő honvédekről, és az arcokon lehetett látni mindegyiknek, hogy nagyon-nagyon barázdált pöttyös. Hát ez a lőporttól van. A lőport. Hiszen ott előttük robban fel a serpenyővel, és az bizony nyomot hagyott az arcukon. Igen. Lemoshatatlanul. Amire persze nagyon büszkék voltak, és hogyha a kocsmába fizettek nekik egy fröccsöt, még el is mesélték, hogy hogy szerezték. Hát, hogy ne. Ezek a régi kis történetek, ha, igen. Huszárokra egyébként alapvetően jellemző volt a vakmerő vállalkozás. Nem nagyon szerették megszámolni azt, hogy hányan vannak velük szemben az ellenségnél, hanem támadtak persze. Neki mentek bárminek. Mondta is egy őrmester, amikor nem engedték támadni, amikor heten voltak az ellenséghoz, tudom egy sörét, hogy mondta parancsnok, hogy ne támadjatok már heten, hát hogy? És akkor az morgott, hogy hát ezt nem mondták nekünk, hogy meg kell számolni az ellenséget, mert támadunk. Hát pedig ez így volt. Harc egy fázisra befejeződik, és most úgy tűnik, hogy egy lovassági támadás készül itt a huszárok részéről. Általában a lovasság képezte a jobb és a bal szárnyat. Most egy ilyen mondjuk jobbszárnyi támadás indul. Jellemzően nézik, próbálnak a huszárok egy vonalba maradni, vonalba támadnak, hogy a vonalok egyszer érje el az ellenségnek az arcvonalát, és így próbálnak áttörni rajtuk, és ezáltal szétzirálni. A császári lovasság pedig védekezik. Há, persze, ők meg próbálják megőrizni a harcrendjüket. És utána általában ilyen rövid kis közelharc van, de a parancsnokok elég hamar visszatrombitálják, mert a huszárok nem mindig trombitával jeleznek, hogy jöjjenek vissza, sorakozzanak újra, és próbáljanak megint áttörni az ellenség harcrendjét. De hát ez egy borzasztó nehéz feladat volt, hogy ezt a sorakozást időben rendben megcsinálják. Nem véletlen volt az, hogy ebben az időszakban 8 éves időtartalomra szerződtették a huszárokat. Ezt pedig guholva nehéz kivédni. Megkapták, hogy 8 év és ennyi? Igen, annyi volt a szolgált idő. És ha letelt, akkor ez úgy, mint manapság, aki rendőrnek megy, az korábban mehet nyugdíjba? A 8 év után vagy visszament haza, de hát igazából nehéz ügy volt, mert otthon mit csinál? Ugye eljön 18 évesen, se munkája, se birtoka, semmi, mit csinál? Úgyhogy vállaltak még 8 évet. Ezt veszti kapitulációnak, még 8 év. És akkor lettek belőlük őrmesterek, tizedesek, akkor már ők... Rangfokozatok, aztán mentek felfelé. Hogy úgy mondjam, ők szivatták a fiatalokat. Igen, igen. Ja. De ez óriási tudás és tapasztalat is hozott fel. A lovassági összeütközés véget ért, immáron a gyalogság kerül ismét előtérve. Honvédek egy szép, zárt harcrendű előrenyomást mutatnak. Mint annak idején itt a komáromi csatában a 47. zalai honvéd zászlóalj, amely szintén hasonlóképpen vonult föl, és állta a császári vérteseknek a rohamát. Természetesen a parancsnok úgy szervezték meg, hogy a kötelékek felváltva lőnek, tehát folyamatos legyen a tűz, nehogy véletlen valaki valami idő pillanatot adjanak az ellenségnek. És már jönnek is a huszárok, szétcsapnak a katonák között! És a gyalogság védelmi formációt vesz. És itt pedig a császári lovasság megtámadta a katonákat.
A komáromi csatában volt egy nagyon veszélyes helyzet, amikor éppen az említett 47. honvéd zászlóját támadják meg a császári Montenegro nehéz lovas dandárnak a katonái. Hasonló helyzet alakult ki, mint most. Szegény zászló egy nagy négyszöget alkotott és próbált védekezni, és csak egy őrült szerencse mentette meg őket, ugyanis megjelent a 26. honvéd zászló, egy hevesi zászlóaj, és ő sorakozott föl mellettük, és a császáriak visszavonultak rendezni a soraikat, de ekkor már a huszárok is ott voltak, és megmentették ezt a két honvéd zászlóajat. Ez április 26-án a délutáni órákban volt, és egy nagyon válságos szituációja volt ez a nap eseményeinek. És a lovasság elvonulása után folytatott a bajnoksági harc. Hát ez aztán igen hatásos tűz volt. Ez teli találat. Pontosan igen. És utána a sortőz utána már jól ismert szuronyharcra kerül sor. Ugye a szurony ez fél méter hosszúságú, azért igen könnyen átszaladt a szemben lévő katonának. Egy ilyen szurony szúrás nehéz volt túlélni. Egyetlen igazán jó módszer volt, hogyha az ember nem evett ütközet előtt, csak pálinkát, akkor kellőképpen fertőtlenítette a fertőtlenséget. És megint neki lendülnek. Közelharc. Messzebbről pedig lőnek, hoppá, hoppá! Hát ezt eltalálták. Szerencsére honvédseregbe kiváló meg volt szervez az egészségügyi rendszer. Zászlaj szinten három orvos volt. Hát mondjuk annak egynek volt végzettség, a másik kettő kovács volt, de azért értettek hozzá. És ilyenkor egy csata után azért hallásérültek voltak? Hallássérültek, az eleve süketek voltak, tehát erről szó se lehetett. Tehát amikor hazament az asszonyhoz, akkor nem volt probléma. Nem, mondod az asszony, amit akartok, se hallották. És innen oldalról támadnak a császári lovasság. Megpróbálják bekeríteni őket, rafináltak, oda mentek az ágyúshoz. Ó, a tüzérek! Ez komoly probléma. Védekezzetek! Szerencsére a tüzéreknek is van egy jó derék töltőfájuk, amivel igen oda lehetett sújtani. De egyébként igazából a lövegeket soha nem hagyták fedezet nélkül, vagy gyalogosok, vagy huszárok mindig kivoltak jelölve arra, hogy fedezzék a lövegeket. A lövegek elvesztése mindig az egyik legnagyobb a parancsokra nézve. Műha, meglendültek! Katonák, meglendültek! Kemény támadás! A honvédek megunták most már ezt a lövöldözést, és jó szokásuk szerint azonnal át. És tapossák, és szuronyozzák, és mennek. Valószínűleg megérkezett Damjan is tábornak, ő aztán folyamatosan mindig azonnal rohamot rendelt el, és akkor ott nem volt mese. De nem azt mondta, hogy előre, hanem az, hogy utána, és az egy egész más. Az különbség, így van, ha valaki elől vezeti a csapatát, és példaértékűen mutatja, hogy elől kell menni. Így van. És ott volt Klapka tábornok és Görgei, ők hárman vezették ezt a csatát. És elindult a huszár lovasság is. Egy mindent elsőkről rohammal próbálják támogatni egy honvédek harcát. És fogyatkozik a császári sereg. A legvéresebb, leghosszabban tartó harc az Ácsi erdőben zajlott, ami még különleges aromát adott ennek az egésznek, hiszen azt se tudták a felek, hogy hányan vannak benne az erdőben. És hát... Kérem?
Most győzni fogunk, igen. Most győzni fogunk, persze, jó. Persze. Egyébként is mindig mi győzünk, de most különösen. Hiszen itt vagyunk Komáromba. És valóban ezt és úgy látom, hogy el is foglalták az ágyújukat. Így van, óriási siker, ezt kérem szépen. Egy nagy tapsot kérnék szépen! Vivat! Ilyen a honvéd. És kérem még arra felhívni a figyelmüket, hogy a magyar katonai hagyományőrzőket látták innen Felvidékről és Magyarországról. Azokat az embereket, akik nagyon sok időt, pénzt, energiát fordítanak arra, hogy önök számára hiteles képpen mutassák be. Egy utolsó rohammal támadnak még a huszárok. És szívesen fogadnak maguk közé olyan fiatal, lelkes, hazafias gondolkodású embereket, akik például itt is vannak sokan-sokan, és szerintem már nagyon nagy kedvet kaptak ahhoz, hogy csatlakozzanak. Úgy tudom, legközelebb július elején lesz egy nagy bemutató a monostori erődben. És hát időről időre Pálkozdon, Tápióbicskén, Issaszegen sok helyen láthatók ezek a bemutatók, a hagyományőrzők, akik próbálnak egyre jobbat, egyre hitelesebb képet nyújtani a 48-as eseményekről. És most pedig majd egy felvonulást láthatunk, ugye? Így van, minden ilyen bemutatót egy díszemle, egy köszönőkör fejez be, amikor a hagyományőrzők megköszönik a közönségnek, hogy végignézték és megtisztelték őket azzal, hogy megismerkednek a 48-as szabadságharc harcaival, eseményeivel, ha úgy tetszik, hadművészetével. A parancsnokok kezet fognak, Kudovec György hagyományőrző ezredes és Vas László hagyományőrző ezredes. Fehér tolláról látszik, hogy ő büszke harmadik zászlóaljas parancsnok. Földvári Károly Damjanics János utódja. És akkor most szerintem érdemes tapsolni, hogyha tetszett a bemutató. Ilyen a honvéd. Köszönjük szépen a bemutatót, hölgyeim és uraim! Egy nagy tapsot kérnék szépen! A gyalogság, és végül pedig a lovasok következnek. De azért a tüzéreket is tapsolják meg, jó? Így van. Hiszen ők a csataterek királynői. Köszönjük szépen a figyelmet, további gyönyörű szép napot kívánunk!
De hát, hölgyeim és uraim, senki sehova nem menjen. Nincs időnk, mese színháza. Itt a betonkapunk, a rögtönzött színpadunkon. Székek oda kerülnek, helyet lehet foglalni. Édes csillag, ő is segít nekünk, de arra is. Nagyon jó.